Köszöntöm YouTube csatornán kedves nézőit. Igazán idilli, tökéletes futballhangulat vár ránk itt Tiszakécskén, hiszen a stadion a Tisza partján található, és az óraátváltásnak köszönhetően az idei első villanyfényes mérkőzésünk is sorra kerül hamarosan. A csapatok már bevonultak a pályára, és a cserék és az edzők is elfoglalják a helyüket. A 13. fordulóban a Mercantil Bank Ligában a feljutásra esélyes csapatok a kieső jelöltekkel találkoznak, hiszen az előző nap, ugye tegnap a Győr 4-0-ra legyőzte a Mosonmagyaróvárt, és velünk egy időben pedig a második helyezett Nyíregyháza hazai pályán a utolsó Ajkát fogadja, mi pedig a Tiszakécske otthonába látogatunk, ugye a hazaiak 14-ek a tabellán, azaz még pont a vonal felett vannak. Nézzük gyorsan az összeállítást, igazából nincs nagy meglepetés Desics Szilárd csapatában, egy változás van az előző fordulóhoz képest, de ez sem meglepetés, hiszen Deutsch László letöltötte az eltiltását. A kispadra azért érdemes odafigyelni, hiszen igazán nagy nevek térnek vissza a sérülésükből, legyen az Otikba Kenet, vagy az előző fordulóban pár percet játszó Vida Máté is ott van a kispadon, de a legnagyobb név egyértelműen csapatkapitányunké Berec Zsomboré, aki még az első fordulóban szenvedett sérülést a Budafok ellen, de most már ő is ott a kispadon. Desics Szilárd a formációt tekintve maradt a támadásban 3-5-2-es védekezésben 5-3, illetve bocsánat, 5-2-3-as felállásnál, azaz az összehetest nézzük, ugye Uram János véd, a három belső védő Pávkovics, Litauszki és Barát Botond, ahogy említettem, Deutsch László a baloldali védő, jobb oldalt Gyirsik támogatja a támadásokat, a két belső középpályás Urbik József és Hidi M, elől pedig Novotny, Radó és Tóth Milán rohamozhat. Kezdődik tehát a mérkőzés, a játékvezető Takács Tamás, aki rutinos bíró, és idén párhuzamosan a másodosztály mellett már az élvonalban is több meccset is vezet. Radó gurítja hátra, és Litauszki egyből megnyújtja hosszan Novotny felé. Az előző fordulóban csapatunk életben tartotta tulajdonképpen a továbbjutási esélyeit a hazai Nyíregyháza elleni 3-0-ás győzelemmel, de itt Tiszakécskén úgymond a kötelezőt kéne hozni. Egyébként a hazaiak helyezése a tabellán megtévesztő, hiszen bár 14-ek az elmúlt 4 fordulóban nem találtak legyőzőre, igaz 3 döntetlen mellett csak egy győzelmet könyvelhettek el, viszont csak 3 pontra vannak a 7. Csákvártól. Tehát ugye az NB2 tudjuk, hogy egy nagyon sűrű mező, nagyon nehéz bajnokság, és akár csak az élvonalban egy-két sikerrel nagyot lehet ugrani előre a tabellán. De reméljük, hogy a hazaiak jó sorozata megszakad. Egyelőre ők kezdeményeznek. Tiszakécske összeállításában is egyébként találunk volt vasas játékosokat, de most nézzük Novotny akcióját. Tóth Milán kapja egy kicsit maga mögé a bal oldalt a labdát, kis területen pedig nem tudja befűzni a védőjét. Tehát a hazaiaknál vannak ismerős arcok, hiszen Vicián Ádám, Bence Márk és Torvund Alexander is megfordult a vasasban. Vicián a felnőtt csapatban is, Torvund, illetve Bence pedig az utánpótlásban. És az, hogy a kispadán is azért vannak volt NB1-es rutinos játékosok, elég említeni Zamosny Balást vagy Balázs Benjamint. Közben jön a beadás, Urblik húzza vissza. Gyirsik feljel ki a szélre. Elcsúszik. Az, hogy a védője Radó teszi középre, a hosszún pedig össze lehet azt szedni Pávkovicsnak. Mint hogyha visszapattant volna egy hazai játékossal a labda, de mégis a Tiszakécske dobhat.
egészen pontosan Georgi Gvisiani, hazai a grúz légiósa. Jó labdaszerzés, de visszafújja Takács. Gírsik megnyeri a fejpárbajt, de Torvund összeszedi a labdát, és meg is indul. Bence. Viciám. Egyelőre csapatunk visszahúzódik a saját térfelére, és átadja a kezdeményezést Tisza Kécskének. Viciám. Szép szerelés Gírsiktől, labda volt. Radó megtart, és Idien beindul, de jó a keresztezés. Pápkovics dobhat. A hazaiak tavaly az utolsó fordulóban menekültek meg. Kiesés elől. Még Klaus László a vezetőedzővel a Budafokot legyőzték 1-0-ra, és az volt az igazi megkönnyebbülés, de mégis másnap már menesztették a vezetőedzőt. Így nyáron érkezett Vas Zoltán, aki korábban a Pécs trénere volt, de dolgozott Gera Zoltán mellett a magyar utánpótlás válogatottban is, sőt, Bódog Tamás mellett a DVTK-ban is megfordult. Torvund kezeli le, és készítette volna le Erdeinek. Agresszív letámadás, de most mi kapunk szabadrugást. Urblik hosszan előre, és Tóth Milán remekül indul be. Egy ütemmel, késettel támadunk. Az előző fordulónak abszolút Vasas volt a nyertese, hiszen amellett, hogy 3-0-ra legyőztük a akkor még veretlen Nyíregyházát, az Élővas Győr akkor x-elt a Szegeddel, 1-1-et játszottak, és ugye az nekünk abszolút minden szempontból a legideálisabb eredmény volt. Emellett ugye a forduló válogatottjába 4-en is bekerültek. Sőt, Urbik József lett a forduló játékosa, és mellette ugye Hidi M, Tóth Milán képviselte még a Vasast. Illetve Litauszki Róbert. És közben kollégáim tájékoztatnak, hogy ugye a Nyíregyháza a papírformát hozta, és 2-1-re legyőzte az Ajkát, ami azt jelenti, hogy nekünk még inkább létfontosságú most már ez a találkozó, és még nagyobb játékosainkon a nyomás. És ez minthogy egy kicsit látszódna is itt a korai percekben. Jó lenne ezt az októbert egy győzelemmel zárni, hiszen novemberben igencsak nehéz sorozat vár a csapatra, ugye november 1-én, azaz szerdán a kupában találkozunk a Gyirmóttal, hazai pályán a Iloszki Rudolf stadionban. Azután pedig a Honvéd elleni rangadó következik, szintén otthon, majd utazunk Szombathelyre, Haladás otthonába, és azután jön Győr elleni remélhetőleg 6 pontos rangadó. De jó lenne ennek a sorozatnak nekivágni egy újabb győzelemmel. Viciám. Urblik, Pávkovics előre. Tóth Milán a szemben szabálytalankodnak, és megvan a mérkőzés első sárgalapja.
ha jól látom, akkor Fodor Ferenc kapta. Nincs erre vonatkozó statisztika, de megmerem kockáztatni, hogy Tóth Milán az a játékos, akivel a legtöbbször szabálytalankodnak a másodosztályban. Elképesztő, hogy faragják a házi gólkirályunkat. Ugye 6 gólos, és hogyha ma betalál, akkor utoléri az egész bajnokság góllövő listájának élen álló Claudio Bumbát. Közben itt az első helyzet, Novotny pörgetett kapura. Láthatjuk az ismétlést is, Pavkovics tette középre, és ez egy igazi Novotnys érkezés volt, bevetődve, becsúszva. Az első helyzet tehát a vasasé. Tiszakécske egyébként 90-es években élte igazán a fénykorát, egy szezont eltöltöttek az élvonalban is, 1997-98-as évadban, de bár jól szerepeltek összességében végül, rövid karriert futott a csapat az élvonalban. Utána megjárták az MB3-at, illetve a megyei osztályt is, de az elmúlt években stabil másodvonalú csapattá fejlődtek, és most ők végezhetnek el szabadrugást. Ők is érdekeltek még a kupában, a jövő héten az Ajkával találkoznak, sőt, azt követően a bajnokságban is összecsapnak, úgyhogy dupláznak a Veszprém megyeiek ellen. Itt az első Tiszakécske próbálkozás, de ez fölé száll. Az első 10 perc előre elég békésen telt, leszámítva ugye ezt a Fodor sárgalapot. A kirúgásnál láthatjuk igazán a vasas támadó felállását. Pavkovics kihúzódik a szélre ilyenkor. Girsik pedig egészen fél pályáig föl fut. Tóttal szemben a szabálytalanság megint. Nem alakul ki egyelőre folyamatos játék. És ez egyértelműen a hazaiaknak kedvez. Itauszki. Az előző fordulóban ugye betalált. Ő szerezte a vezető gólt a Nyíregyháza ellen. Tóth. Megint a földre kerül. Ez a harmadik szabálytalanság vele szemben 10 perc alatt. Hosszú estére készülhet fiatal játékosunk. Litauszki. Barát. Ha le lehet csapni. Girsik elveszíti a párharcot. Majd Torvund felé az előrelőtt labda. Litauszki rutinból megoldja. Pavkovics. Hidiem. Ellenfélhez, de Pavkovics visszaszerzi. Litauszki, szép egyérintős játék. Megint Litauszki. Ezt elég sután talált el, Vicián vissza. Litauszkival fejelgetnek. Végül megszelidíti a labdát a Tiszakécske, sőt, el is tudnak indulni. Torvund szépen vette át ballal, becsapta Hidiemet, de lesről indult. Torvund Alexander ugye sokaknak ismerős lehet, hiszen nagy tehetségnek indult. És még annó ki is szélesedett egy vita azzal kapcsolatban, hogy honosítjuk-e őt, hiszen Norvégiában született, de 6 hónapos kora óta Magyarországon él. Végül a magyar utánpótlás válogatottat választotta, és Szoboszlai Dominik, illetve Sőn Szabolcs korosztályával be is mutatkozott. De a nagy válogatottságtól azért még messze van. Ó, mekkorát kapott Tóth, ez biztos, hogy sárga. Desis Szilárd egyből pirosat szeretne. Szekér Ádám kapja, és ez azt jelenti, hogy két Tiszakécske is besárgult. És azért erre már oda lehetne figyelni, hogy itt Tóth Milánt azért jobban védjék a játékvezetők.
21 éves játékosról beszélünk, aki előtt azért fényes karrier állhat, de az másodosztály darálójában azért reméljük, hogy megúsz a sérülés nélkül. Főleg, hogy azért az egyértelmű, hogy kifejezetten készülnek rá, vagy utaznak rá. Radó is kap egyet. Az első 10 percre azt mondtam, hogy barátságos hangulatú volt. Ezt most már nem mondhatjuk el. Viszont most mi vettük át a játék irányítását. Litauszki, Urblik. Pávkovics, hosszan előre, ott nincs senki. Urblik mellel, és erre le lehet csapni. Tóth Milán kicsit visszahúzta a lábát, de ez teljesen érthető. Most viszont Deutsch kapja meg a labdát a bal oldalon. Deutsch középre teszi, de pontatlanul. Deutschot ugye még annó Csákvár ellen állították ki. Két meccses eltiltás kapott, így a Kozár Misleny és a Nyíregyháza ellen hiányzott, de abszolút alapember bal oldalon, sőt, hiányposztot tölt be, hiszen nincs olyan ballábas labdarúgónk, aki a szélső átvéd pozíciót ott be tudná tölteni, úgyhogy egyértelmű volt, hogy visszakerül a kezdőbe. Nézzük a bedobást, Barát Boton végzi el, felszabadít a Tisza Kécske, és már Litauszki kitakarít hátul, sőt, pontosan emeli vissza Deutschhoz. Győz a túlerő azonban. És most Litauszkinak Torvunddal kell versenyt futnia. Nem egyszerű feladat. Pávkovics nagyon rosszul ért a labdához. Eléggé kapkodó most a játék. Viciám. Torvund szépen teszi tovább. Deutsch fut versenyt Grúz Gvisjánival. Gvisjáni 16-oson belül Tóth Milánnak nagyon óvatosnak kell lennie, de ezt is megoldja, és aztán lendületből elmegy. Ez biztos, hogy ez sárga. Nálam nem is értem a játékvezetőt. Megint Tóth Milán volt az áldozat. Abszolút értetetlen, hogy nem került elő megint a lap. Meg kell próbálni nyugodtnak maradni, hiszen még nagyon sok van hátra. Kirsik csúsztat Viciám. Carlo Erdei, az a csapatkapitánya tette hátra a labdát. Két légiósa van a Tisza Kécskének. A grúz Gvisjáni mellett a csapatkapitány. Carlo Erdei, román állampolgár. Nálunk csak magyarok szerepelnek. Deutsch a bal oldalon. Meg lehet játszani Tóth Milán, de rossz ütemben passzol a fiatal bálhátvédünk. Így viszont dobhat. Egy Novotny helyzet, negyed óra játék után, és számos szabálytalanság. Radó. Barát középre, az jól kanyarodik, egy kicsit magas mégis Pávkovicsnak. Nem csoda, hogy magas középső védőink is felbukkannak a kapu előtt, hiszen Litauszki idén háromszor, Pávkovics pedig kétszer volt már eredményes a szezon során, és az előző fordulóban ugye mindketten betaláltak a Nyíregyháza ellen. Pávkovics. Girsik előre. Torvund. Az első veszélyes hazai akció. Torvund teszi ki a szélre. Girsik szabadít föl. Radó lekészíti. Urblik. Ezt is elengedi a játékvezető. Az pedig így helyzet, középen Torvund, elesik, de szerencsére nincs büntető. Szerintem joggal reklamál Pávkovics, mert Urblikkal szemben egyértelmű volt a szabálytalanság.
megpróbálja Vasas földön kihozni a labdát. Azért az elmúlt fordulókban az volt a jellemző, hogy a hosszú indításokkal, felívelésekkel próbálkoztunk inkább Novotny, illetve a nagyon gyors Tóth Milán felé. Litauszki, jön is azért a löbbölt labda, Novotny átszáll, és hátra kerül kis Ágostonhoz. Gvisiáni, az egy nagyon rossz passz, Radu, akár azt el lehet lőni, meg is teszi. Támadónk, de ez középre ment. Második kapura lövésünk. Novotny után Radó a 16-oson kívülről próbálkozott, de nem helyezte eléggé. Kis. Hosszan előre. Pávkovicsnak azt a fejpárbajt meg kell nyerni. Jóval alacsonyabb Kárló Erdei ellen. Girsik. Érdekes, senki nem elégedett a játékvezetővel. Novotny, Radó. Ez jó elképzelés, és erre lecsaphat Tóth Milán. Segít neki Deutsch, de Tóth egyedül próbálja megoldani. Tóth még mindig a 16-oson belül, kockázatos becsúszás, de sikerül szögletet kiarcolni. És mindkét szakvezető a technikai zóna szélén. Meg is kell nyugtatni a negyedik játékvezetőnek a hazaiak edzőjét, Vas Zoltánt. Nem hinném, hogy a Tisza Kécskének van oka eddig panaszra, de mérkőzés befolyásoló döntése azért még nem volt Takácsnak. Jön a szöglet, Pávkovicshoz nem jut el, Urblik. Ki lehet tenni a szélre, meg is teszi ezt Urblik. Radó élesen középre, megint nem talál embert a labda. Ez egyértelmű falt. Ki más, hanem Radó András harcolta ki, ezt mondhatjuk, hogy a védjegye. Az előző fordulóban ugye 11-esből talált be, és azt is ő harcolta ki. Deutsch és Radó a labda mögött. Radó teszi középre. Girsik. Hidiem. Szépen tartja meg a labdát. És teszi hátra Uramnak. Urblik. Hosszan előre Tóth Milán felé. Le is készíti remekül fejjel Tóth, Novotny a 16-oson belül. Segít neki Pávkovics. Jön a beadás, de az elég pontatlan. Pávkovics, Hidiem, finoman Urblik felé, Urblik kioszt egy kötényt, de ezzel el is veszíti a labdát. Erdei előre, ez hosszú Torvunnak. Fél idő felénél járunk, és igazából nagy helyzetet egyik oldalon sem jegyezhettünk föl. Inkább a mezőnyjáték dominál. Radó, Tóth Milán. Deutsch kapja. Tóth. Az egy hiba, és Girsik begyűjtheti, még nem volt túl határozott. Fiatal játékosunk. Most abszolút védekezésre kényszerítjük a Tisza Kécskét. Most rosszkor jött ez a szabálytalanság Pávkovicstól, kiszabadulhatnak a hazaiak. Igen, legutóbb egyébként körülbelül másfél éve, 2022 áprilisában találkoztunk.
akkor 4-0-ra győzött csapatunk, és az az érdekesség, hogy az a Cip Dominik szerezte a harmadik gólunkat, aki most már a hazaiak kispadján foglal helyet. Kérdés, hogy őt látjuk-e majd. Barát! Urblik. Pávkovics, Radó. Pávkovics előre. Novotny. Most elveszíti a fejpárbajt Hidiam. Inkább a jobb oldalunk aktív. De mégse tudunk komoly veszélyt teremteni Gírsik oldalán. De Szivacski Donát cserepadra szorult. Korábban azért ő alapembernek számított. Pávkovics Radó felé. Ez is pontatlan, nagyon sokat ront Pávkovics Bence az ellenfél térfelén. Barátnak kell figyelnie, meg is oldja. Egyértelmű, hogy a hazaiaknál Thorvund Alexanderre kell figyelni, és ő az első számú veszélyforrás, de egyelőre nem tudta kamatoztatni a gyorsaságát. Bence! Ez egy veszélyes lövés! Úristen, mekkora gól! Gyönyörű átlövéssel megszerzi a vezetést a Tiszakécske. Bertus Lajos a gólszerző. Ezt nagyon eltalálta. Belőle azért lehetett volna talán készülni, hiszen remek ballába van, és hát korábban stabil NB1-es futballistának számított, megfordult ugye Pakson, Kecskeméten és Mezőkövesden is. Meg kell hagyni, ez egy gyönyörű gól volt. Láthatjuk az ismétlést is. Nagyon szépen fordult le Barátról, de ezt jó 20-25 méterről kegyetlenül bevarta a hosszú pipába, úgyhogy föl van adva a lecke a Vasasnak. Hátrányból kell futballoznia. 25. percben, tehát Bertus góljával megszerzi a vezetést a Tiszakécske. Hozzá egy szépségdíjas találattal. Novotny. De még nagyon sok van hátra. És a Vasas azért a támadó játékában bízhat, hiszen idén csak kétszer fordult elő, hogy nem tudtunk gólt szerezni. Az első fordulóban a Budafok ellen, és a negyedik meccsnapon a Pécs otthonában. Megint Bertus és Hidiem csatázik a labdáért. És ebből is a hazaiak jönnek ki jobban. Vicián indulna meg, Novotny leütközte. Pillanatra azt hiszem, hogy mehet tovább, de újabb szabálytalanság. Nagyon sokat áll a játék, és ez a széttördelt futball azért inkább a Tiszakécskének kedvez. És valamit most elő kell húzni a Vasasnak, hiszen az eddig mutatott támadójáték az kevés lesz. És Pávkovics is kap egy lapot. Érezhetően megnőtt az önbizalma a Tiszakécskének. Nálunk pedig az első figyelmeztetés kicsit bizonytalanul futballozó Pávkovicshoz köthető. Hazaiak pedig jöhetnek egy szabadrugással. Bertus és Erdei a labda mögött. Erdei fogja beívelni, elég veszélyesen kanyarodik, de Litauszki, illetve bocsánat, Barát volt az, aki tisztázni tudott fejjel. Tóth Milán majdnem el tudta csípni, és akkor kapuig mehetett volna. Kis. Hosszan előre. Barát nyer megint egy fejpárbajt. Ez kevésbé volt kritikus, mint az előbb a szabadrugásnál, de így is a mi térfelünkről folytatódhat a játék.
Nem fogja elkapkodni Vicián Ádám. Úgy tűnik, hogy ahogy nálunk Barát Botond, az ellenfélén ugyanúgy a 36-os számú játékos a bedobás felelős. Veszélyesen hajtotta be Vicián, de uram higgadt maradt. Más kérdés, hogy nem tudunk gyorsan leindulni. És lendületből a hazaiak mögé kerülni. Ez jó még Pávkovicsnak, de nem tudja megszelidíteni a labdát. Bence dobhat. Pávkovics hátra, Litauszki. Dajcs indul, de ez az indítás is pontatlan. Kis Ágostonnak eddig nincs nehéz dolga. Ugye az ETL labdarúgója és kölcsönben véd a Fiszakécskében. Az első 5 fordulóban egyébként csere volt, és a szlovák Prokop állt a kapuban. Aztán változtatott kapusposzton Tiszakécske. És mindez sikerrel, hiszen azért azóta 3 kapott gól nélküli meccset is lehozott Kis. Ez korábban nem sikerült Prokopnak. Torvund küzd megint Litauszkival. Szép csel az ajak támadójától, és Vicián kapja a labdát. Ezzel meg lehet indulni, Hidi emeli ki, és Tóth Milán nagyon gyors, de sajnos Kis együtt él a játékkal. Ha egy kicsit pontosabb az az indítás. És azért meg lehet zavarni a hazaiak hátsó alakzatát, úgyhogy kicsivel intenzívebb letámadással. Azért akár helyzeteket is kialakíthatunk, és ez azért Radónak, Tóth Milánnak a gyorsasága és Novotninak a testfelépítése megvan. Egy kicsit passzív most azért a játékunk, és a gól is megfogta a csapatot. Novotni felé nagyon pontatlanok az indítások. Hidi. Ő sok hibával játszik. Ez pedig nagyon veszélyes lehet. Bertus ezt el fogja érni. Litauszki és Barát középen. Torvundra próbál figyelni. Barát. Bertus labdája pontatlan. De még nem múlt el a veszély, Radónak kell védekezni. Erdei hátra. Bertus. Erdei, nincs les. Visiáni, szöglet. Az első fél órát követően, tehát 1-0-ás hátrányban vagyunk Tiszakécske otthonában, és sajnos azt kell mondani, hogy megérdemelt a hazaiak vezetése. Jön a szöglet, Novotni fejeli ki. Kocsis Dominik pedig felszabadít. Desis Szilárd pedig elküldte melegíteni játékosainkat, azért a kispadot tekintve ez nem meglepő. Több olyan játékos is rendelkezésére áll Desicsnek, aki azért alapjaiban meg tudja változtatni a meccset. Tóth gyönyörűen fordult le, de hosszú a labdája Girsiknek. Nem akar nagyon összeállni csapatunk játék, azért, hogy van negyed óra, érdemes lenne megnyomni az első félidő hajráját, és egy döntetlennel bemenni az öltözőbe. A Kozár Mislen ellen is azért az előző idegenbeli meccsünkön hátrányba került a csapat, és elég gyengén kezdett, de aztán jelentősen feljavultunk, 3 gólt is szereztünk. De ugye az a mérkőzés végül vereséggel zárult a hajrában. Támad a Kécske, Visiáni.
Bertus. Egyelőre őt nehezen tudjuk tartani. Carlo Erdei. Bence Márk cselezget. Bertus. Nagyon finoman Girsik mellett jön be középre a labda. Litauszki használta ki a rutinját. Hidiem. Radó. Egy újabb szabálytalanság. Nincs folytonos 3-4 passz, vagy építkezés, vagy egy kombinatív játék, amivel úgy igazán működne a támadó játékunk. Amint megpróbáljuk esetleg szervezni a játékot, vagy gyorsan kihozni, akkor gyors taktikai falttal megállítanak minket. Litauszki, Barát, Urblik, Tóth Milán, ezúttal szabályosan szerelték, Torvund, négy vasas védő között, és kiarcol egy szabadrugást. A maximumot kihozta ebből. Hidiem volt a vétkes. Nagyon kellemetlen ellenfél eddig a Tiszakécske, és eddig az ő meccs tervük érvényesül. Radó és Urblik a sorfalban. Alig, hanem beívelésre készül uram. A labda mögött pedig a gólszerző Bertus Lajos. Erdei rúgja, de veszélyes volt, uramnak kellett védenie. Bertus után Erdei is megcsillogtatta a rugó technikáját, veszélyesen jön be a beívelés, de Hidiemnek sikerül menteni. Barát mellette beadás, Urbignak sikerült tisztázni? Nem. De Barátnak igen, és eltört a labda, de így lesz jó Urbliknak. Ki le tud fordulni, de aztán elszórja a labdát. Kocsis hátra. Nem? Aztán mégis. Radó is Novotny támad le. Aztán Girsik is csatlakozik a pressingbe, de pont kiátsza ezt a Tiszakécske. Veszélyes indítás. Uram volt a helyén. Bizonytalan volt. Bence Márk. Egymást zavarták Torvund Alexanderrel. Meg kell adni, hogy most szerencsénk volt. Vicián dob. Fodor, Vicián, Fodor, a labda útja most hátul járatják a hazaiak. Majd egy hosszú indítás Szőr Leventétől, de les miatt már nálunk a labda. Litauszki, Hidiem, kevés a mozgás elől. Pávkovics, uram, és megint Pávkovics. Barát indít, de ez szintén nem talál embert. A játékvezetés közbeavatkozik, és aztán visszafújja a labdát. Ezúttal nekünk kedvezett ez az ítélet, hiszen megindult a jobb oldalon Gvisi Jáni nagy lendülettel, de ez a helyes ítélet. Alig, hanem Novotny visszaadja a labdát. A játékvezető ezt megteszi. Csapatkapitányunk helyett. Kis Girsik oldalát támadják megint. Kérdés, kidob.
A Vasas, Hidi pedig lefordul. És az egy ígéretes labda lett volna, de olvasta a játékot. Szekér, Urblik. Radó nem tudott Visiáni mögé kerülni. Most azért megvannak a beindulások elől, csak az indítások nem találják meg a támadókat. Barát, Tajcs, majd Urblik a labda útja. Litauszki. Urblik finoman Tóth Milán felé. Pávkovics, Gyírsik. Ez nem az ő meccse eddig. Ez viszont egy remek labdaszerzés. Egyből javította a hibáját fiatal védünk, de Hidien megint ront. Bertus, az egy jó labda, Torvund, és zárkózik mellette Kárló Erdei. Pávkovics blokkol. Hazaiak pedig egymással vitatkoznak. Perc, Tiszakécske szöglet. Kicsit rövid a visszapassz, így följebb tudunk jönni. Hosszúra a beívett labda, Barát ezt is megoldja. Deutsch emelte föl, szerintem fölöslegesen, de aztán javítana hátvédünk. Ez nagyon veszélyes, de uram, jókor, jó helyen, és ezzel találradó elindulhat. Dobhat Tiszakécske. Vicián dob. Torvund le tudja venni, de csak Litauszkinak. Barát, uram kéri. Deutsch nyit a bal oldalon. És Hidiemet játsza meg. Hidi hátra. Barát, Litauszki. Lassan, de biztosan hozzuk fel a labdát. És ilyenkor szokott elfogyni a tudomány, amint átlépjük az ellenfél térfelét. Pávkovics megint elszórja. 5 perc van hátra, durván a rendes játékidőből. Nem hiszem, hogy sokat fog hosszabbítani Takács Tamás. Gólt leszámítva, nem sokat állt a játék. Erdei középre, Deutsch, Novotny elengedi. Most eléggé csapkodó a játék. Uram, sokadjára kell besegítenie. Megoldotta ezt is. Visiáni. Szőr. Kiságoston. Bertus és Barát. Mondanám, hogy fejpárba adja, de hát legalább egy fej különbség van köztük. Barát rend. És nyerte ezt a csatát. Radó. Nem megy neki eddig. Urblik. Nagyon harcos, és labdát szerez Gyírsik. Vasas dobás. Pávkovics, Radó. Radó kapott egyet. És talán ebből szabadrugásból, pontrugásból lehet keresni valónk. Játékvezető pedig a hazai csapatkapitánya fegyelmezi. 27 gólt szereztünk eddig a bajnokságban, és ebből 15-öt rögzített játékhelyzetet követően, 3-at 11-esből, 7-et szögletből és 5-öt szabadrugásból. Nem is olyan titkos fegyver
hát ha jól sül el. Deutsch és Radu a labda mögött, Barát Botond, Litauszki, Pávkovics és Novotny veszélyeztethet, illetve Tóth Milán is. Radó, az jól kanyarodik középre. Hogyha Litauszki visszahúzta volna a fejét. Hazaiak jöhetnek. Lest. Jelzett a partjelző, és aztán a játékvezető. Kár érte. Litauszki és Bertus párharca. Litauszki a biztosat választotta. Gvisiáni dob. Illetve mégsem ott hagyja Viciánnak. Szépen betömörülnek oda a játékosok az öt és feles környékére. És a hosszú bedobás. Írsik. El tudja hozni a labdát. Torvund szorongatja, de ezt most jól megoldott a Írsik. Bence pedig bent tartja. Kis. Ez még jó lehet Visjáninak, de Tóth kikíséri a labdát. Urblik. Hajszál pontos keresztlabda, Gírsik leveheti. Pávkovics segít neki, de Radó kapja, ez is egy lökés. Viciántól. Ránézés, hogy jó 30 kiló van köztük. Radó András olykor könnyen hagyja magát, de azért Vicián most alaposan megdolgozta. Hát nyilván azért ilyen könnyű szabadrugásokat nem fogunk kapni. Urblik! Tóth Milán indul. Védő mögé próbálta bejátszani Urblik a labdát, de ez is elakadt, és egy perc a hosszabbítás. Litauszki megelőzte Bertust. Aztán pedig Barát, ez elég csúnya volt. Torvundot könyökölte le, és egy újabb sárga lap. És most már biztos, hogy hátrányban fejezzük be. Szerencsére nem ember hátrányban, de az eredményt tekintve hátrányban fejezzük be az első félidőt, mert azt gondolom, hogy ez a szabadrugás lesz az utolsó játékhelyzet. Ezt kell kivédekezni, és utána a félidőben változtatni, rendet rakni a fejekben. Bertus és Carlo Erdei a labda mögött, és mindketten megmutatták már, hogy azért milyen jó rugó technikájuk van. Nézzük. Erdei középre, és ha jól láttam, akkor Torvund csúsztatta ki. Véget is ér, az első félidő 1-0-ra vezet a Tiszakécske, maradjanak velünk, a szünet után megpróbáljuk a fordítást.
Bakti Balázs érkezik csapatunkba, méghozzá Gírsiket váltva, nem meglepő, Desics Szilárd változtatásokat eszközöl, sőt, ha jól látom, Szivacski Donát is pályára lép. Így van, tehát értetően nem elégedett Desics Szilárd sem, az eredménye sem a mutatott játékkal, és valószínűleg mi szurkolók is, ha fogalmazhatok így, akkor mindenképp szeretnénk elfelejteni ezt az első 45 percet. 1-0-ra vezet a Tisza Kécske Bertus bombagoljával, és talán ami reményt adhat nekünk a két csere mellett az, hogy azért a Vasas Kozár Michelinben is megmutatta, hogy képes azért visszajönni a mérkőzésbe, még van 45 perc, és ha megnézzük a riválisokat, némi meglepetés, hogy a Kozár Michelin otthonában 2-0-ra vezet a Gyirmót, de mivel ugye győzött a Győrjetó és győzött a Nyíregyháza is, ezért nekünk nagyon-nagyon fontos lenne itt a második játék részben megcsinálni a fordítást. Valóban Gírsik helyére érkezik, Baktit mutatja alattam a negyedik játékvezető a táblán, és Szivacski is beáll még hozzá Litauszki helyére, ami azt jelenti, hogy Pávkovics visszamegy Litauszki helyére a védelem belsejébe, és átállunk egy 4-3-3-as felállásra. Dajcs, Pávkovics, Barát és Szivacski a védősorban, a középpályán Bakti, Hidiemi és Urblik, elől pedig marad a Novotny, Tóth Milán, Radó támadó hármas, és azonnal elküldi egyébként Ferenci István erőléti edzőnk a maradék cserejátékosokat is melegíteni, úgyhogy össze kell szedni mindenkinek magát a pályán és a pálya mellett is. Tisza Kécske értelemszerűen nem cserél. Nincs erre oka Vas Zoltán vezetőedzőnek, mert amit ők elterveztek itt az első fél időben, azt hiszem, hogy maximálisan megvalósult. Kezdve azzal, hogy az első 10 percben kb. 4-5-ször lefaltolták igen keményen Tóth Milánt, és azután a játékban is fölénk nőttek. És pedig az egy jó beadás, és Uramnak kell vetődnie, de már szabálytalanság előzte meg a fejest. Urblik. Barát ront megint, nem tudom, hogy kit látott ott, volt válogatott védő. Szép labdaszerzés, Bakti, Hidiem, kicsit lassan, de eljut Urblikhoz a labda, érkezik Dajcs a bal oldalon, Urblik, megakad a támadás, de marad nálunk a labda, Szivacski a jobb oldalon. Bizonyít-e Desics Szilárdnak, hogy a kezdőben a helye. Bakti, Hidiem, szépen ível a hosszúra, Dajcs elől ment Grisiáni, majd Bertus szerez labdát, Tóth Milán, nincs szerencsénk, minden egyes párharc után rosszul pattan a labda szinte. Grisiáni eladja, Urblik, mint mindig remekül fedezi a labdát, de talán érdemes lenne hamarabb szabadulni, nincs harag Torvunddal. Szivacski. Bakti. Szivacski mögé kerül, Bakti beadná középre a labdát, azután pedig Iszkó alatt hátra Szivacski helyére. Barát. Dajcs felé a labda. Grisiáni ezt is megoldja. Urblik. Elhúz Bertus mellett, Urblik remekül cselez, az jó labda, Radó beemeli Novotny felé, de ez is elakad. Nagyon nehéz lesz várhatóan azért feltörni ezt a hazai védelmet. Nem hinném, hogy a hazai költözőjében a nyílt sisakos támadásra búzdította
Vagy Zoltán az övéit. Nekünk viszont, ha egyelőre nem is, hiszen még nagyon sok van hátra, de előbb-utóbb ugye mindenképp kockáztatni kell. Pavkovic. Deutsch. Pavkovic kéne több mozgás, vagy létszámfölényes szituációkat kialakítani. Széthúzzuk a pályát, és igyekszünk területeket, passzsávokat nyitni. Hidiám. Az például remek labda. Deutsch egy az egyben Gvisjánéval elküldi a grúzvédőt. Urblik, az lövőhelyzet, megküldi Urblik mellé. Ebben már volt fantázia, de nem talált kaput. Urblik József lövése. Ebből kéne több. És meg kéne próbálni konstans nyomás alá helyezni Tiszakécske védelmét. Ők az előző fordulóban 2-2-t játszottak Kazincz-Barcik ellen. Ezért nem feltörhetetlen az a védelem. Torvund és Barát csatája dobhat a Tiszakécske. És ismét egy nagyon bosszantó szabálytalanság. Torvund meg kell adni ezeket szépen, kiharcolgatja. És megint hosszú másodpercek telnek el a mi térfelünkön a labda, és jöhet a Tiszakécske. Most nem magasan ívelik be a labdát, hanem a földön passzolva hozzák ki. Szőr. Az rövid. Deutsch könnyedén leveszi. Urblik. Novotnival a kényszerítő. Hidiám. Kioszt egy kötényt, és Bakti kaphatná a szélen, de Szivacskit választotta Hidiem. Szivacski, Radó. Nagyon nehéz dolga van Radónak. Viciánnal a nyakám. Szép labdaszerzés Hidi, és most talán meg lehet indulni. Tóth kérje hosszún, és ez el fog jutni Tóth Milánhoz. De nem. Mégsem eljutott, csak a pályán kívül. Kevés olyan labda van, ami hosszú neki, de ez most olyan volt innen a 12. sorból, ahol mi foglalunk helyet. Jónak tűnt, de dobhat a Tiszakécske. Gvisjáni. Grúz utánpótlás válogatott. Őszinte legyek, nem tudom, hogy hogy kerül Tiszakécskére. Bertus elküldi Deutschot, és jól játszik össze Bertus, aztán egy gyenge lövés. Azért egyértelműen ő az a legveszélyesebb játékos, a gólya mellett is nagyon aktív. Barát, Hidiem, lőtt labda Bakti felé, kellemetlen helyzetbe hozta frissen becserélt játékosunkat, nem is tudta megoldani Bakt. Ugye a Kozár Mislany ellen egyébként ő eljelített, akkor kezdő volt, és a szezonbeli első gólját meg is szerezte. És hogy a legutóbbi idegenbeli találkozón azért hozzá tudott tenni a meccshez. Most is nyilván ez a célja Desics Szilárdnak. Szivacski. Radó indul be, és az egy ígéretes labda. Jó keresztezés Fodor Ferenctől. Szivacski dobhat. Ez nagyon rövid. És ezzel megindulhat a Tiszakécske. Úgy, de kellett ott Barátnak a mentése, mert nem biztos, hogy látták a képen, de Bertus teljesen egyedül sprintelt itt a hosszú oldalon. Radó, az jó, de szépen mozdult ki Kis Ágoston a kapujából. Bertus, Gvisjáni,
Jó a csel Deutsch mellett. Nagyon feszült egyébként mindkét kispad. És érdekes módon kettős csere az 55. percben a hazaiaknál. Balázs Benjamin érkezik Gvisiáni helyett. És Grünwald Attila is játékra jelentkezik majd. Balázs itt a jobb oldalon helyettesíti majd Gvisiánit. Grünwald pedig a védelem közepén. Ha jól látom Bence Márkot, illetve inkább a bal hátvéd pozíciójába érkezett, és két olyan játékos, aki komoly rutinnal és NB1-es múlttal lép pályára. Ezért Balázs Benjamin szerintem sokan ismerik, hiszen az Újpestben, Kaposvárot ezért letette a névjegyét az NB1-ben. Két-két cseretelt mindkét oldalom. Urblik, szép fordítás, Szivacski, most meg lehetne játszani Baktit. Több területe és helye van Baktinak. Ott marad egy az egyben. Nagyon rossz megoldás választott Bakti Balázs, de Hidi kisegíti kétszer is. Barát, Szivacski, Bakti. És letámad a Tisza Kécske. Uram pedig viszonylag jól előre vágja. Deutsch, nem ment igazán bele a párharcba Pávkovic. Tóth Milán felé, talán meg lehet még. Tóth Milán egy az egyben. Ebből mindig kisül valami jó. Tóth Milán lágyan középre, és mellé fejeli Radó. Nézzük az ismétlést. Tóth Milán biciklicsel, illetve kettő lágyan a hosszúra, és Radó nem tud kaput találni. Ezért Novotny zavaró repülése kellett ez a fejeshez. De jobb lett volna, ha inkább a centerünkre jön ki ez a figura. Kár ezért az eltékozolt lehetőségért. Az kéz szerintem, de így van. Urbliknak tart egy kis eligazítást a játékvezető. Szintén nem nekünk kedvez. Nem sikerül igazán komoly iramot diktálnunk. Pávkovics. Bakti felé magasan, nem a legjobb ötlet. És most pedig Barát és Torvund sprintel a labdáért, megint Uram mozdul ki jól. Ő azért lábbal ritkán játssza meg pontosan a labdát, ez még egy lenyűgöző csel. Kocsis Dominik mutatta meg, Bertus lő megint! Uram János svéd. Nézzük az ismétlést. Egy kézzel érdekes módon. Uram szögletre tolta a labdát, de az egész akció Kocsis Dominik remek cselétől indult. De nem szabad összekeverni a honvéd Kocsis Dominikjával, aki ugye utánpótlás válogatott, és jövő héten láthatjuk is majd a honvédban csapatunk ellen. De most nézzük ezt a szögletet. Bertus nagyon jól jön be, de Pávkovics kifejeli. Balázs Benjamin vissza. Barát, Novotny. Bakti. Tóth Milán. És azonnal megállítják. Nem tud lendületbe jönni Tóth Milán, vagy csak nagyon ritkán. Szőr Levente volt a vétkes. És lassan egy órányi játékút követően továbbra is 1-0-ás hátrányban a Vasas. Pávkovics sokkal komfortosabb a
második fél idei pozíciójában. Deutsch. Tóth szépen veszi át, kis cselezte ezzel védőjét, aztán kénytelen hátrajátszani. Barát Botond, Szivacski. Az első fél időben a Pávkovics-Gírsik jobb szárny az igencsak problémás volt. Nem csoda, hogy Desics Szilárd Szivacskit és Baktit rendelte oda, de egyelőre a második fél időben bár pontosabban játszanak, nem igazán tudnak veszélyeztetni támadásban. Ször reklamál, hogy Novotny beleér, de dobhat a Vasas. Tóth, Hidi, labdabirtoklás már megvan a Vasas részéről, de gólhelyzetet nehéz kialakítanunk. Szivacski beadása hosszú, de Deutsch eléri. Tóth lép vissza, és Tóth talán meg tudja csinálni egy az egyben. Bizony, remek Bokacsel, Tóth Milán a 16-osok belül, de szépen csinálta megint. Urblik, ráfordul Urblik, eltekeri, de már Csipszó után ápolásra lesz szükség. Ha jól látom, akkor Ször Levente marad lent. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy mi történt, hiszen laposan jött be a labda, és mint hogyha fejét fogná Ször. Nézzük az ismétlést, ez Urblik tekerése. Ugye ez már játékon kívül történt. Egy hosszú ápolás, ez az, ami a legkevésbé hiányzott. De a kispadon bevethető Berec Zsombor, Hollander, Irik Farkas Sebestyén, Stojka Dominik, Zimonyi Dávid, hogy van kihez nyúlni még, és még három lehetőség van Desics Szilárd számára. Közben a hangos bemondó figyelmeztette a tiszakécskei szurkolókat. Hát egy jó másfél perces pauza után Urblik kapja a labdát. Szivacski. Nem is Ször, hanem Vicián maradt lent. És most már sürgősen visszatérne, de aki ápolás kér, az partvonalon kívül reked egy ideig. Úgyhogy emberelőnyben rohamozunk, Pávkovics labdája rossz, Vicián visszatér. Hollander fog érkezni, ha jól látom, bizony. Egy gólos a támadónk. Nem élete szezonját futja, de hát ha most hozzá tud tenni valamit. Tóth Milán veszi le. Deutsch. Tóth Milán kérné vissza, de Deutsch inkább megtartja. Urblik. Bakti és Szivacski a hosszún. Urblik keresztlabdája. Ember talál, mint általában Bakti. Szivacski beindul, Bakti inkább megtartja. Labdabiztos játékos, és be is íveli utána ballal. Ez sem talált ember. Pávkovics, újabb hiba tőle, Bertus. Torvund felé, Barát Botonnak ezt meg kell oldani. Higgadt maradt középső védőnk. Szépen hozza most ki a labdát a Vasas. Hidiem. Kicsit lassan passzolunk, és sokszor tanácstalanok a középső középpályások. Radó, Bakti, Radó, az szép, Radó indul meg. Leütközte őt Vicián. Szabálytalanság határát súrolta, Barát. A játékvezető szerint ő faltolt. Sárga lappal azért óvatosnak kell lenni. Nem reklamálhat annyira vehemensen Barát Botond. Bosszantó percek ezek most.
A második félidőben a Radó fejesét leszámítva nem igazán tudtunk fejezni Vasas lehetőséget. És egyre inkább fogy az idő, nekünk a döntetlen nem jó. Bertus. Ez oda kerül. Pávkovics elé, aki azonnal kivágja. Micsoda megoldás. Szekér Ádám cselezget. Remek sarkazás követően. Tóth. Meg lehet indulni. Nagyon agilis Tóth Milán, mint mindig. És eljut Baktihoz a labda. Nem értem, miért kellett ezt visszarakni Szivacskinak. Így visszaér a Tisza Kécske. Szivacski. Bakti. Jó a csel. Aztán elesik fiatal játékosunk. Jöhet ismét egy rögzített szituáció, és talán akkor így Hollander lehetőséget kap, hogy pályára lépjem. Kíváncsi vagyok, hogy kinek a helyére érkezik Hollander Filip. És a Tisza Kécske is változtat. Náluk pedig a korábbi támadónk Cif Dominik jelentkezik játékra. Közben Torvund Alexander próbál egy kis időt csalni azzal, hogy leül a kezdőkörbe, de aztán csak elindul lefelé Cipf, tehát a pályán. Ahogy mondtam, mi másfél éve betalált a Vasas színeiben a Tisza Kécske ellen, de akkor 4-0-ra győztünk. Reméljük, hogy most nem tud segíteni a Tisza Kécskének, és nem tud bizonyítani a Vasasnak. És Hollander cseréjére pedig még várni kell, lehet ez azt jelenti, hogy esetleg Novotny jön le, aki még használható ennél a pontrugásnál, a feljátéka, ugye Hollandernél ez nem annyira döntő faktor. Nézzük, Radó és ha jól látom Deutsch a labda mögött. Deutsch élesen, szöglet. Hollander még mindig várakozik. Láthattuk az ismétlést. Röviden ezt kifejelte Szőr Levente. Jöhet egy szöglet. Radó. Novotnyhoz nem jut el. Bakti. Kicsit röviden. Szivacski megoldja. Hidiem. Megpróbálja lendületből, Tóth Milán segít be, és meg is tartja Tóth, szépen hozta ki. Szivacski, Bakti. Nagyon sokat vár Bakti mindig, amikor hozzá kerül a labda. Ez tény, hogy labda biztos, de le is lassítja a támadásokat. Deutsch. Urblik. Novotny felé, Novotny elengedi, Bakti, egyből Szivacskihoz, Szivacski. És egyértelműen a beadásokban bízunk. Bakti, Tóth Milán emelkedik, Deutsch begyűjti a hosszún, 16-oson belül Deutsch, laposan ezúttal Tóth Milán. És nincs büntető, Deutsch lő, szöglet. 11-es reklamát Desics Szilárd. Próbálok objektív maradni. Nem tudom, hogy van-e ismétlésünk. Na nézzük, Deutsch visszateszi, egy szabad labda úgymond a 16-oson belül, itt láthatjuk. Őszinte leszek, szerintem ez nem volt büntető. Visszahúzta a lábát a hazaiak játékosa, és Radó megy le, Hollander a pályán, úgyhogy Novotny marad. Desics Szilárd pedig értelemszerűen 11-es reklamál. Nem kapunk segítséget semmilyen mértékben a játékvezetőtől, ezt most másképp kell megoldani. Deutsch! Rövid a szöglete. Ugye 7 gólt szereztünk szögletből ebben a szezonban, és rengeteg lehetőségünk van ezen a meccsen, sarokrugásból, de nem igazán ülnek ezek a beadások. Szivacski, Bakti. Egy az egyben Bakti.
Hát ez a vége. Hetvenedik percben járunk, továbbra is vezet a Tisza Kécske. A csapat talán eddig az idény leggyengébb játékát produkálja. Reméljük, a hajrára sikerül felpörögni. Hollander labdát veszi itt. Cif. Bertussal az összjáték, Barát oda csúszik. Aztán dobna. Tudom, hogy a játékvezető mit ítélt. Szerintem bedobást. Ha szabadrugást, akkor ez egy rossz ítélet, mert Barát abszolút labdát talál, de nem, valóban bedobás jön, csak előre jönnek a Tisza Kécskeiek. Vicián dob, az összes vasas játékos a saját 16-os a környékén. Jó volt a csúsztatás, de Urblik figyelt. Jöhet az ismétlés. Ez ma úgy tűnik, hogy nem a mi napunk. De azért a hajrákkal eddig nem volt szerencsénk. Gondolok, hogy a Csákvár elleni utolsó perces pontvesztésre, vagy a Kozár Mislany ellen is ugye a hajrában veszítettük valami mérkőzést. Hát, ha visszaad valamit a sors itt Tisza Kécskén. Húsz perc alatt kéne megfordítani a meccset. Cif szabálytalan. Tisza Kécskének tökéletes ez az eredmény. Meg úgy összességében minden, ami a pályán a másik fél időben történik. Barát. Kivár Barát, Szivacski. Visszaáll a Tisza Kécske. Tóth. Sokat van játékban itt a második fél időben, de az látszik, hogy kiemelten figyelnek rá. Barát. Lágyan Novotny felé. Talán az még jó lehet Deutschnak. Szöglet. Hiszen most ezt is meg kell becsülni. Urblik végzi el. Veszélyesen jön középre. De gondolom, nagyon magas és jól fejlő játékosai vannak a Tisza Kécskének is. Urblik. Ez pedig túl nagy ívű volt, úgyhogy Kis Ágostonnak bőven volt ideje kimozdulni. Ma valami hiányzik a csapatból. Aztán a hozzáállása nem lehet panasz, de nagyon szürkén és tanástalanul játszunk. Bakti most jól csúszott be. Szivacski, Hidi. És a második fél időben és a labdabirtoklás mellett nem igazán tudunk veszélyes támadásokat vezetni. Tóth megint felrúgják. Urblik. Kevés a mozgás megint. Urblik Pimaszul köténben elpasszolja Tóth Milan. Deutsch. És szépen járatjuk a labdát Zimonyi. És be fog állni. Ugye ő pont a Kazincz Barcika ellen emlékezhetünk rá, hogy a 98. percben egyenlített. Tóth.
gyönyörűen vette le, azt tudná az arcához kap. Nem lesz közönség kedvenc itt Tóth Milán. Urblik. De tényleg, mint hogyha kapott volna. Biztatják, hogy lépjen vissza, hiszen le sem van. Szivacski. Hidi. Oda csúszik. Nem fúj szerencsénkre a játékvezető. Nagyon meddő ez a labdabirtoklás részünkről. Zimonyi is bejön. Meghozzá Novotny helyére, aki sprintbe hagyja el a pályát. Nem ment ma Somának, meg kell hagyni. Nagyon kevés használható labdát kapott, és a párharcait sem tudta úgy megnyerni. Hogy Tóth Milánnal, Hollanderrel, és most már Zimonyival rohamozunk elől. Dajcs jó, fejeli be középre, Zimonyi egyből helyzetben! Hát, igen, pont fejjel kellett megjátszani a labdát neki. Nézzük. Negyed óra van még a találkozóból. Átállunk egy 4-3-3-ra. És most már azért egy ilyen támadó hármassal inkább a földön próbáljuk meg valószínűleg kihozni a labdát. Zimonyi és Hollander azért nem a fejpárbajokban erős. Barát. Dajcs. Tóth kéri, de Dajcs inkább hátra. Pávkovics. Hidiám. Pávkovics. Kiteszi a szélre Dajcsnak. Tóth Milán bele tud érni. Pávkovics gyűjti be. Urblik. Tóth Milán, 16-osra belül Tóth Milán. Ez 11-es! Ez büntető! Hát Tóth Milán kibás! Ha ide kellett most nekünk ez az ítélet. Nézzük az ismétlést. Szerintem azért ez nem kétség. Balázs Benyami nem volt túl okos dolog tőle. Pont ő lökte föl Tóth Milán. Kérdés, hogy kivégzi el a büntetőt. Ugye alapból Radó András a kijelölt végrehajtó. Az előző fordulóban ugye Nyíregyháza ellenbe is rúgta. Két büntetőt lőtt be idén Radó, egyet Novotny. Ez tehát a negyedik 11-esünk a szezonban. Ebből három, eddig háromból háromszor nem hibáztunk, és most Tóth Milán számára ez szintén nem opció. Kritikus pillanat a mérkőzésen, visszajöhetünk tehát, és így még idő is marad akár a győzelem megszerzésére. Tóth Milánon ezúttal, hát mondhatjuk úgy, hogy a stream szeme. 6 gólos a bajnokságban, hogyha ez belövi, akkor Bumbát beéri a góllövő listán. De most azt hiszem nem ez a legfontosabb, hanem hogy itt még a hajrára legyen esélyünk megszerezni a 3 pontot. Tóth Milán tehát. Ő harcolta ki. Kérdés, hogy gólra is váltja-e a büntetőt. Tóth Kis Ágoston ellen. Nagyon igaz Tóth Milán. A 7. gólja a bajnokságban. Abszolút egyéni villanás. Minden érdem az övé. Ő harcolta ki. Két védő között a 11-est, és aztán nagyon-nagyon higgadt maradt. 1-1 tehát. És a maroknyi vendégszurkolók. Kiabálják, hogy mindent bele, hajrá Vasas. Nagyon magabiztos volt Tóth Milán egy ilyen kiélezett szituációban. Remek húzás volt az ő megszerzése nyáron.
Ugye a Sturm Graz második csapatától érkezett. És ugye olyan csatártársakkal, mint Hollander, Novotny. Az elég kemény volt Baktitól, szóval Novotny, Hollander, Zimonyi, Radó. Ez a konkurencia, de Tóth Milán idén eddig abszolút kiemelkedik. És nem csak a csapatból, hanem szerintem az egész Merkantil Bankligából. Bő 10 perc van tehát a mérkőzésből, Tisza Kécske Vasas 1-1. Azt hiszem, hogy itt már a hajrában nem a szép játék fog dominálni, hanem hogy ki tudja bevinni a győztes gólt. Nekünk a döntetlen nem nagy segítség, főleg, hogy a Kozár Mislány közben a Gyirmót ellen kiegyenlített. A Győr és a Nyíregyháza nyert. Hogy csak a 3 pont számunkra az ideális. Akkor léphetünk közelebb és feljebb a tabellán. És közben egy tüzes jelenet. Bakti került a földre, de nincs következménye. Urblik szerez labdát, és ezzel meg lehet indulni. Spritzel, Hollander, Zimonyi, Urblik, Hollander, ott az ígyszer! 11-es! 11-es, hát ilyen nincs! Annyira okosan csinálta Hollander Filip, hogy ebből nem is lehetett más. Mondanám, hogy szegény Tisza Kécske, nézzük az ismétlést, de lehetett látni Hollander Filippel, hogy ő tudja, hogy mi fog történni. És bizony, pontosan tudta, hogy itt ki lehet harcolni ismét egy büntetőt. És elég érdekes, hogy ha jól látom, akkor Zimonyi áll a labda mögé, és nem Tóth Milán. Huha! Cserejátékosunkban megvan az önbizalom. Furcsa, hogy nem Hollander vagy Tóth Milán vállalja el. Zimonyi tehát. 82. perc. A második büntetőnket végezzük el. Rúghatunk 5-11-est is felőlem, csak nyerjük meg ezt a meccset. Zimonyi. Be kell rúgni, vagy a melyik sarkot választja Zimonyi. Ugyanoda, ahova Tóth Milán. Mindenki szinte a pályán. Fordít a Vasas. Tóth Milán után Zimonyi is büntetőből talál be. Micsoda csere volt Hollander és Zimonyi. Bevált ez a taktika. Sikerül fordítani. Tulajdonképpen a semmiből. Zimonyi pedig akárcsak Tóth Milán. Egy megtorpanás elküldte kis Ágostont, és begurította a bal alsóba. És így azért elég tüzes lehet ez a hajrá. Felpaprikázottak azok, és aztán fölvonulnak rögtön oda a felező vonalra. Itt egy hadsereg, és most kezdődik el a haddelhat. Változtat a Desics Szilárd, alig hanem azért a védelembe érkezhet esetleg Otikba. Biztos vagyok benne, hogy a feljátékot azért most meg kell erősíteni itt a hajrában. Nagyon sok alacsony játékosunk van. Zimonyi. De Zimonyi, Hollander, Bakti. Egyik sem Hóri Horgas játékos. Most már a Tisza Kécske is nyilván erre utazni fog, hogy hát ha kompenzál a bíró. De objektíven tudjuk azt mondani, hogy ez két teljesen jogos büntető volt. És nagyon azért a haziak sem vitathatják ezt. Uram! Játszik az idegeinkkel. Deutsch! És bizony azonnal érkezik Otikba Kenet. Ő nagyon hosszú sérülésből tér vissza, nem is játszott még idén. Hát egyből a mély vízbe dobja őt Desics Szilárd. Úgyhogy nyilván nagyon fontos lenne a 3 pont megszerzése, de ez mindenképp azért egy fontos és
jelentős pillanat Otikba felépülését tekintve. Meglátjuk, hogy kit vált a védőnk. Uram előre! Bő 5 percet kéne kihúzni. Az biztos, hogy a Tisza Kécske most nyilván mindent meg fog próbálni. Zamoszni is ugye beállt a nagy gól utáni forgatagban. A rutinos támadó megfordult egyébként nálunk is. Korábban ugye az Újpestben is futballozott. Bertus hátra. Zamosni kap szabadrugást. Jön-e Otikba? Azt hiszem, igen. És kit hoz le Desic Szilárd, ez a nagy kérdés. Tóth Milán. Jön le. Még kér egy kis ápolást. Urbliktól. Meg kell adni, hogy elég türelmesek a hazaiak ebben a szituációban. Remekül játszott Tóth Milán, nem tudom, hogy mennyire jön át a vasas szurkolók tapsa. Tóth Milán nevét skandálták. Teljes joggal. Remekül játszott ma is a 21 éves támadónk, és az ő góljával jöttünk vissza a meccsbe. Csak így tovább Milán. Most már nélküle próbáljuk behúzni 3 pontot. Ez uramé lesz. Össze is szedi a kapusunk, nagyon magabiztos a levegőben. És hát Tóth Milán ápolása után barát kér egészségügyi beavatkozást. Tóth Milán pedig széles mosollyal bandukol a vendég kispad felé. Gratulált neki egyébként Vas Zoltán. Remekül futballozott. És ezt a hazaiak is elismerik. Desic Szilárddal is lepocsizik, Ferenc Istvánnal is. Remek idényt fut eddig a támadónk. Most nézem, hogy Barát visszajön-e, még nem. Nem fogják visszaengedni egyből. Ezt a bedobást nem tudom értelmezni, de ismételhet a Tisza Kécske. 88. perc. Pár perc alatt sikerült megfordítani a mérkőzést. Elképesztő fordulatok. Barát fejeli föl, magasan a levegőbe, aztán még egyszer. Kezezés reklamálnak a hazaiak. Bakti harcol. Ez most nagyon fontos, hogy semmilyen indokot ne adjunk azért a játékvezetőnek, a 16-oson belül, hogy ellenünk döntsön. Ez biztos, hogy nyomást gyakorolnak rá a hazaiak. Pár percet kell csak kiúzni. Azt hiszem, ebben a meccsben számunkra nincs több, akár le is fújhatják. Vicián előre. Jó a csúsztatás, Zamoszni, uram! Nagyon higgadt. Uram János. Tavaly ugye már az NB1-ben is bizonyított. És összességében a másodosztályban is magabiztosan teljesít. De 5 meccset hozott le, kapott gól nélkül. Ha ma nem is lesz meg úgymond a clean sheet, azért a második fél időben remekül teljesített. Megint Bakti van ott a középpontban. És ha jól láttam, akkor Szekér Ádámmal csatázott.
és mindketten kapnak. Nem, csak Bakti kap egy sárga lapot, nem, Szekér is. És ez a második. Kiállítja Szekér Ádámot a játékvezető. Mi van itt a második fél időben? Elképesztő. Két büntető, egy piros lap. Soha rosszabb játékvezetést, azt kell, hogy mondjam. De ezek jogosítéletek, bátor, de jogosítéletek Takács Tamástól. Óriási változást, azt hiszem ez nem fog jelenteni itt az utolsó percekre, mert eddig is 10 emberrel rohamozott a Tisza Kécske, most már 9 mezőnyjátékossal fog. De akárcsak az előző fordulóban, ugye akkor a Nyíregyháza védője, Baki, kapott piros lapot fegyelmezetlenségért, most Tisza Kécske is. Egyel kevesebb emberrel fejezi majd be a találkozót, ami még 3 percig tart, hiszen 3 perc a hosszabbítás. Zimonyi és Hollander végez zavaró repülést. Jön a Kécske. Barát megnyeri a párharcot, nem értem, hogy ezt most miért kellett lefújni. És ugye Barátbotonnak van egy sárga lapja, őt is kiállítja a játékvezető. Nem tudom. Most pontosan, hogy mi történt. Valószínűleg a Tisza Kécske kapta a sárga lapot. Nem, akkor Barátnak ez az első figyelmeztetése. Kilencvenegyedik perc. Tisza Kécske. Szabadrugás. Borzasztó. Zimonyú ezt most jól oldotta meg. Ki kell emelni őt is, hiszen csereként beállva nagyon higgadtan lőtte be. Reméljük a győztes büntetőt. Vicián dobhat. Másfél perc még. Bakti ment. Ne legyen itt se Csákvár, se Kozár Misleny. Ki kell húzni ezt az egy percet. Deutsch blokkol, és jön előre, talán Kis Ágoston? Csak a... Igen. Az összes játékos tulajdonképpen a 16-osok belül Urabnak kell jönni, és megoldja Urab! Két kapus csatázott egymással, és Uram nem vállal kockázatot, ugye Hollander és Zimonyi sprintelt az üres kapu felé. De mi már nem akarunk gólt szerezni, mi már csak a hármas sípszót várjuk. Egy perc. Uram előre, jó nagyot. Bakti elindul, azután visszatáncol. Szivacski, már nem cifrázzuk. 40 másodperc még. 10 emberrel a Tisza Kécske. Zamosni és Barát. Hídi fel a levegőbe. Hollander. Elpattant tőle. Most már főleg fölívelésekre kell számítani. Otigba. Aztán Hollander szabálytalan. Lehet, hogy ez most nem volt a legokosabb döntés. Az azonban biztos, hogy erre a felívelésre még marad idő. Ismét följön az ellenfél kapusa Kis. És azt hiszem, ez az utolsó lehetőség a találkozón. Időn túli szabadrugás a hosszúra, és Otigba kifejeli. Deutsch pedig, már nem kell, hogy sprinteljen a labdáért. Egy elképesztő találkozó, nem fogok hazudni. Szenvedett a Vasas. Tisza Kécskére lejött szenvedni a Vasas, de két büntetővel a második félidőben sikerült a fordítás. Hát talán mi se tudjuk, hogy, de a fél idő után büntetőből kétszer is eredményesek voltunk. Előbb Tóth Milán, majd Zimonyi révén. Megvan tehát a 3 pont, győzelemmel zárjuk októbert. Aki velünk tartott, annak jár a gratuláció, nem csak a csapatnak, hiszen most a kitartás is kellett, és az összes szurkolótól a keresztbe tett kezek. De megvan a győzelem, azt hiszem ez a legfontosabb. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Tisza Kécskéről búcsúzunk. 2-1-re győzött tehát a
csapatunk. Szép estét mindenkinek!